Szóval haladunk a Lenini úton, ugye volt valami 70-80 km pluszom, ugye autópálya tempóban az gyorsan elfogy, és ugye az volt a cél, hogy ne kelljen megállnom se zadarba, se splitbe, csak otocsámba. És hát nézzük meg, hogy hogy állunk. Hát 4%-kal ír érkezést, úgyhogy izgalmas. Volt majd 3-at írt ki, de szerintem megint óvatosságra int, úgyhogy szerintem meg lesz, lehet még az 5% is. De reméljük a 4-et azért stabilan tudjuk tartani. Hát ugye még 123-at ír ki, és a cél az pedig 90 km-re van. Hát eleve a forgalom nagyon nem engedi, hogy száguldozzak, úgyhogy így valószínűleg könnyebb lesz majd betartani az ajánlott sebességet. Egyébként 110-et írt ki, hogy 110-re menjek gyorsabban. Szóval nem volt kezdve lecsavarni a pályáról a zadari vagy a spliti töltőzzel, mondom, az is idő megy el, meg még följövök pálya, megegyebek, nem mondom, inkább megyek kicsit lassabban. Úgyhogy itt tartunk, csak majd folyt köv. Na hát lassan megérkezem az Otto Csáci töltőhöz, mert van egy nagyon kedves cimborám, aki Balaton összedőn lakik, és felvilágosított, hogy hogy használják a C betűt többek közt. Hogyha egy picike kis V betű van a C fölött, akkor azt C-nek ejtik. Ha csak egy vonal, akkor C-nek. Ha nincs rajta semmi, akkor a C az C. Tehát K-nak nem használják. Tehát az Otto Csán, meg az Otto Csák, az nem stimmel, tehát Otto Csác a teljesen hivatalos megfogalmazás ennek a töltőnek, úgyhogy próbálom így használni. Szóval riogatott, hogy 3%-kal fog megérkezni, meg 4-gyel, úgyhogy most úgy néz ki, hogy 6-tal fog megérkezni, és egy 45 perces töltés vár rám, hogy tovább tudjak robogni Sormás irányába, úgyhogy így néz ki. Még nagyon érdekes volt egyébként, hogy körülbelül 8 darab benzinkút mellett gurultam el, míg Splitből ideig elértem Otto Csácig, és hajszitek, ha nem, ilyen 5 és 8 között állt az összes osztop előtt sorban benzines és dízel autó, aznak érdekében, hogy tankolhasson. Na, mi a véleményetek arról, hogyha te beállsz egy benzinkútra, vagy egy gázolajkútra, teljesen mindegy, benzinkútra, ez a lényeg, és 5-en vannak előtted, hogy odaállhass tankolni, akkor szerinted nagyjából hány percig tart, míg te oda jutsz, hogy egyáltalán megkapjad a pisztolyt a kezedbe és tankolhass, és az hány perc, hogy már te is végeztél és tovább mentél. Tehát 5-en vannak előtted. Van kedve valakinek kommentelje, mert kíváncsi vagyok. Én ilyen 40 perc és 1 óra között satszolom, hogyha vannak 5-en előtted, hogy mennyi időm volt tudsz tovább menni. Úgyhogy nyáron, mikor szezon van, azért a gázolaj meg a benzines autóknak sem éppen egy leányállam a továbbhaladás. Úgyhogy simán eltöltenek annyit, mint én egy Superchargeren. És nem tudnak gyakorlatilag jobban haladni, vagy nagyobb sebességgel, nagyobb átlag sebességgel, mint mondjuk egy elektromos autóval, mondjuk rendesen megy Teslával. Na most megtölti kézem, remélem tudok egy kicsit pihenni is, mert biztosan jól fog esni, és elvileg 6 órára megérkezem. Egyébként meg 9 óra 50 perckor jutottam le gyakorlatilag a hajóról, tehát 9 óra 50-hez képest, hogyha meg tudok érkezni 6 óra magasságába, 17 kerületben, akkor nagyon-nagyon boldog leszek, és akkor megint futottam egy közel 8 órás részidőt. Bár még nem tudom a magyar határon egyébként, hogy milyen lesz majd átkelni, de egyenlően azt látom, a Magyarország felől 15 percnél kevesebb a várakozás, és egyébként Magyarország felé pedig több mint 1 óra, úgyhogy még szeptember 1-ig szerintem aki lehet, az elmegy nyaralni egy picikét Horvátba. Mert ugye szeptember 1-től jön a satú, félelmetes módon. Na folyt köv majd akkor Sormáson, vagy hogyha valami esemény van, akkor. Egyébként meg nagyon örömmel használom változatlanul az ENC-t. Most már még önkatom nektek, mert idejük burulok éppen. Újra az Otto Csáci töltőhöz. És látható, hogy 6%-unk megvan. Úgyhogy egyébként meg átlag sebességre 110-et betartottam, nem is lehetett nagyon gyorsabban haladni. Na ennyi volt, és már ki is nyílt. Úgyhogy az ENC, ez óriás szerelem. Majd is belógunk itt előtt.
Úgyhogy szóval az ENC ez egy jó pofa dolog, úgyhogy innentől kezdve akármikor csak jövök Horvátországba, szerintem mindig fogom használni, mert ez a kapus kilódás, mikor öten vannak előtted, és akkor egyik pénzzel fizet, a másik kártyával fizet, tehát óriás szenvedés, nem jelenít az egész napi 100 forintot semmiképp. Na folyt köv! Na csak annyit érdekességként, ugye most rádugtam a Tőtikére, ugye 45 percet kell itt legyünk, szépen megy fölfelé, most 99 kW-tal tölt, már fölül néha 100-ra is. Szóval ami érdekesség, hogy ilyet még így nem vettem észre, pedig már voltam itt, mondatni akarok nektek valamit, hogy ha rákattintasz az adatokra, akkor itt lehet látni néhány hasznos infót a kútról, ugye, hogy ez 108 kW-tal tud maxba tölteni, de ennél érdekesebb, ugye ott van a kilovattóra díja, hogy 1,72 kuna, és még izgalmas, amire még nem emlékszem, hogy láttam volna, hogyha itt túltöltesz, tehát ha itt maradsz a kúton, és nem húzod le az autót, akkor ez neked 6,2 kunába kerül percenként, ha föl vagy töltve fullon. És nem hagyod itt a töltőt, tehát nem húzod le róla, nem állsz el innen. Úgyhogy nekem ez elég szimpatikus, mert azt jelzi, hogy arra törekszik a Tesla is, hogy tényleg csak addig tartózkodja a kúton, amíg tényleg fontos, hogy tovább haladjál. És ez nekem baromi szimpatikus. Úgyhogy az lenne jó, hogyha az összes többi töltőnél ezt valamilyen módon bevezetnék, hogy tényleg csak addig használja mindenki a nagy sebességű töltőket, amíg ténylegesen szüksége van rá, nem? Szerintem ez egy jó irány lenne. Úgyhogy ez ilyen. Hát fel is ment egyébként, most megmutat 105-re. Hát szerintem nagyon sokkal többre nem fog felvenni, ugye azt írták, hogy 108 a max. Úgyhogy innen folytatjuk tovább. Na, hello! Na, gyakorlatilag indulunk is. Ugye egy óra van. Beletöltöttünk 101,5 kunáért 375 kilométernyi hatótávot. Ugye a meglévőhöz ugye most 405-öt ír ki, és ezzel már gyakorlatilag kényelmesen applikáljuk Sormást. Úgyhogy irány a sormási töltő. Reméljük, hogy a határon meg minden nagyon pite lesz. Na, hello! Hát itt vagyunk a határ átkelőn, illetve egy kis határnál. 4%-kal írja az érkezést. Egy gyönyörű Mercedes. Remélem egyszer a Merci is fog majd gyártani jó elektromos autókat. Brutál jól néz ki a GT. Szóval lesz egy 40 perces töltésünk Sormáson, és akkor bóklázhatunk is gyakorlatilag hazafelé. Szóval egy szóval visszatérve az ENC azért megmehetett pár kapun, bár ezek a huncut horvátok azért azt is megcsinálták itt az utolsó kapunál, hogy az ENC-hez beterelték a fizetősöket is. Úgyhogy mondjuk egyik annyira nem örültem, de hát mondjuk az nem volt annyira fájdalmas, mert talán 10 voltak előttem, hogy az gyorsan lepörgött. De az biztos, hogy most akár szövök Horvátba, hogy bérlek ilyen ENC-t, jeladót, az tuti biztos, mert nagyon hatékony volt a kapukon való átkelés. Szóval irány Sormás, ott tuti beadok egy jó kávét, egy kis pihi, aztán irány haza. Most azt írja, hogy hazaérkezek 18.37-re, amit nem hiszek, bárcsak igaz lenne, jó lenne, ha sikerülne, bár még szombat van, talán még Balatonról nem rassol haza a nép, majd csak holnap, úgyhogy van esély rá, de szerintem talán a 7 órát is sikerül beütni majd. Na majd folyt köv. Na még annyi, hogy itt nézzünk ki a határon. Úgyhogy így nézünk ki, lassan átgurulunk, hát gyakorlatilag ezen 15 perc, 10 perce vagyok itt, szerintem itt 5 percemből már átjutunk, úgyhogy ez még szerintem teljesen tolerálható. Na majd Sormáson folyt köv. Na hát megérkeztünk 4%-kal, mert marad 18 kilométer, úgyhogy patentul megloptuk, hát azért lehetett jól jönni, úgyhogy ahol lehetett jól lehetett jönni, akkor meg Lacika lelkes volt, lett is egy
20 kW-os fogyasztás. Hát ha valaki long range-el itt ilyen 14-15-ökkel jelhető autópályán, én nem tudom képzelni, hogy jár valaki 14-15 kW-ra. De hát, majd egyszer beülök mellé. Hogy sikerül neki 120-130-al elmenni 15 kW-tal? Úgyhogy Magic Johnson. Mondjuk kisebb kerekei vannak, mondjuk nem tudom, ez mennyire befolyásolja egyébként ekkora fogyasztás különbséget a mondjuk egy 19-es, mondjuk egy 20-as kerékhez képest, vagy egy 18-as. Fantazi. Na, szóval már fel kellett volna töltenie, de valamiért itt csak 88 kW-os sebességgel kezdte el tölteni. Valamit Tamás cimborám azt mondta, hogy itt korlátozták a sebességet Magyarországon, vagy valami ilyesmit mondta. Még egy héttel ezelőtt, mikor itthon voltam, még vidáman töltött 110-zel, meg 115-tel, nem tudom, hogy mi történt itt Sormáson, vagy nem tudom, máshol is ez van-e. De hát itt még legalább 10 percet itt kerülnöm, mert azért nem indulnék el haza 400 alatt. Szerintem azért még egy pár perc fog kelleni hozzá. Na jó van, folyt köv, aztán meglátjuk, hogy érünk haza. Elvileg azt írja egyébként, hogy hát mi 0%-kal érnék haza, úgyhogy még ne induljak el. De elvileg a 7 óra felé otthon leszek. Hát reméljük, hogy sikerül. Na, hello! Na hát lassan megérkezünk. Még 8%-kal. Most 43 km van benne hatótáv. Hát megmondom őszintén nektek, hogy végig a határig egyetlen egy dugó se volt. Szóval tényleg végig lehetett faszálni egész Horvátországon. Ahogy Magyarország közelébe értem, mondjuk a határ még nem volt gázos, mert 15 perc alatt sikerült applikálni, de onnantól kezdve 30 km-t lehetett menni, utána megállás, ácsinkózás, moklászás. Ez mint tudom, egészen valahonnan Zamárditól, Fehérvárig. Nagyon vicces. De hogy ez szerintem ez valami pirka magyar attitűd, mindenki a belső sávban nyomulgat, és valahogy lelassul a forgalom, elképzelni nem tudom, hogy mitől, és onnantól kezdve van, meg be van lassulva minden, nem tudom, hogy valakinek van valami bölcsessége ez, hogy ez mitől van, akkor azt osszam már meg velem, bölcsebb legyek, hogy mitől áll le a magyar forgalom, mert ilyet még Olaszországban se látok, meg Németben, meg Horvátoknál se, ezt a birkaságot, hogy így belassul a forgalom, azt újra elindul, tiszta vicc. Na mindegy. Szóval jó kis túra volt, nagyon jó szolgált megint a kis autó, úgyhogy még nagyobb a szerelem, mint valaha, mert hát ugye a bevált dolgokat az ember azért kedveli. És elmények szépen lemosom, ahogy megérdemli, csak brutál jó volt. Szerintem, hát ugye 6.15-kor indult a komp, ugye, Korcsuláról, egy gyönyörű 3 órás komput volt Splittig, és hát 9 óra 50 percet sikerült kiverekedni Splitből, már a komból. Úgyhogy ha most megnézzük, 19 óra van, tehát azt mondja, ez 7 óra, tehát olyan 9 óra, mondjuk 10 perc alatt sikerült hazaérni a magyarországi dugókkal, meg kilódással együtt. Ami szerintem nem megy rossz egyébként egy Split 17. kerületi destinációban. Úgyhogy na, így sikerült ez a korcsulai túra. Úgyhogy bátran mondhatom, hogy ebbe a destináció, mint Horvátország, vagy Nyugat-Európa, vagy mondjuk nem pont Románia, vagy Bulgária, vagy Makedónia, bátran el lehet indulni, mert olyan lefedettség van töltőhálózatban, hogy épp azt néztem, hogy minden második töltőre volt csak szükségünk. Tehát, hogyha nagyon lelkes vagyok, akkor akár megállhattam volna 80 kilométerenként tölteni, de hát hál' Istennek erre nincsen szükség, vagy 100 kilométerenként. Úgyhogy profi a rendszer, nyilván a Teslára vonatkozik ez elsősorban, mert hát nyilván a Teslának az nagy előnye, hogy mindenhol is lehet velük szinte tölteni, nem csak a Superchargereken, tehát ilyen szempontból nyilván duplán jó. Meg hát rengeteg ellentöltő van egyébként ingyenes Horvátországban, de hát olyan jó volt a sebesség, hogy meg praktikus, meg gyorsát teszi a közlekedés, hogy nem foglalkoztam vele, hogy most porolja 5000 forintot. Most konkrétan egyszer tankoltam Splittől ugye elindulva 105 kunáért, és
onnantól kezdve már csak sormás. Úgyhogy ilyen volt a túra. Köszönöm a figyelmet, hogyha volt türelmetek végignézni. Aki meg belájkolt, annak külön köszönet. Úgyhogy szép napok nektek, jó utazásokat, és bátran lehet indulni elektromos autóval a világba, mert ma már azt a kort írjuk, ahol már nincsenek nagy félelmek. Sziasztok!